Milyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez év április 3-án csütörtökön a Spiegel Online a következő kérdésről tudósított. Mennyire stabilak az EU-val szomszédos országok? Ehhez az Economist Intelligence Unit cég adatait használták fel, amiben sorrendbeállították a krízis központokat. Ez a vállalat egyik szomszédos országot sem értékeli rizikómentesnek, és ezzel csatlakozik az EU külpolitikájának jelenlegi felfogásához. Állításuk szerint a felmért 24 ország közül csak 4-nek a helyzete nevezhető viszonylag stabilnak és biztonságosnak, ezek pedig a következők: Örményország, Izrael, Marokkó és Montenegró. Az összes többi ország sokkal rosszabb értékeléseket kapott. Sőt, ezek közül 6-ban nagyon kockázatosnak értékelték a helyzetet. Ezek között vannak Koszovó, Líbia, Szíria, Libanon és Ukrajna. Feltűnő, hogy főleg azokat az országokat ítélik aggodalomkeltőknek, amelyeknek vagy alacsony az államadósságuk, vagy pedig amelyeknek a népessége nem akarja korlátlanul alárendelni magát Európának. A nyugati orientáltságú moldovai köztársaság például sárga, tehát kritikus értékelést kapott, mert a hűtlennek nevezett Transnistria tartomány Oroszország felé kacsingat. Bosznia-Hercegovina lakosságának ismétlődő tüntetései szintén nem illenek bele az európai demokrácia felfogásba. Ő is sárga értékelést kapott. Sőt, az EU által befolyásolt új ukrán kormány narancssárgát kapott, mert eddig még nem sikerült neki az országot teljesen ellenőrzése alá vonnia. Ezzel szemben az atomfegyverek százaival rendelkező Izrael állam, aki évtizedek óta minden szomszédjával összevezik és sorozatban érik a támadások, zöld értékelésnek örvendhet. Vajon miben gyökerezik az EU szomszédjaitól való félelme? Az olyan szomszédos országok, amelyek engedélyezik a tüntetéseket és azt, hogy a nép döntsön, továbbá alacsony államadósságuk folytán pénzügypolitikailag sem helyezhetők nyomás alá, könnyen példaképé válhatnak a még Brüsszel diktatúrája alatt álló európai országoknak. Tény, hogy 2,1 millió velencei már kimondta, hogy függetlenedni akar Olaszországtól. A katalánok nem sokára dönteni fognak a Spanyolországtól való elszakadásról, és ezzel az Európától való elszakadásról is. És Svájc is éppen a nemzeti szuverenitásához való visszatérés fázisában van. Jogosan félnek tehát a brüsszeli biztosok egy európai tavasz lehetőségétől. Maradjanak továbbra is velünk, és figyeljék meg pontosan az európai fejleményeket. Jó estét kívánunk Önöknek!